Üdvözlök mindenkit, Vegera Györgyöt hallják, és élőben jelentkezünk, ahogy ezt már korábban is ígértem önöknek. A képen pedig egy régen látott ismerős, az ország mamókája, mondhatjuk is ezt róla, hiszen olyan népszerűségnek örvend, hogy mai napig kérdezősködnek felőle, hogy mi van a 14 éves, 15 évesre becsült Viktória mamóval. Látom, hogy már elkezdtek minket nézni. Kérem, erősítsék meg, hogy minden rendben a képpel és a hanggal. Igen, jó, és akkor mehetünk is tovább. Edina, Viktória mamó ugye az emlődaganatos kutya itt az alapítványunknál, akinek közel, ugye 4 kilós kutyáról van szó, közel 2 kilós daganatot kellett, emlődaganatot eltávolítani a testéről, ezt hosszú-hosszú heteken át cipelte szegény, mire megérkezett neki a segítség, mit mondanál erről, milyen kutya? És arra kérem önöket, hogy osszák meg a videót, ezt elfelejtettem mondani. Hát nagyon kis kedves, mozgékony, hogyha lerakjuk, akkor nem tud megállni, egyszerűen jön meg, mindjárt meg is mutatjuk majd a nézőknek. Úgyhogy nagyon jól el van ő itt magába, ellézeng, úgyhogy igen, hát ami még kérdéses ugye vele kapcsolatosan, most Edina a természetét, ugye az alap jellemét mutatta, vagy mondta el önöknek, ami kérdéses vele kapcsolatosan, is mindig ezt írják nekünk, és kérdezik, megteszik fel ezeket a kérdéseket, hogy mi van ugye a szövett annak az eredményével. Képzeljék el, hogy 3 héttel telt, tehát közel 3 héttel telt, ugye azóta, hogy megtörtént a műtét, és levették ugye a szövettanának az eredményét, de még mindig nem tudjuk, hogy jó indulatú vagy rossz indulatú daganatról van e szó. Mi abban bízunk, természetesen önökkel együtt abban reménykedünk, hogy minden rendben lesz az ország mamókájával, Viktória mamóval, és ugye még a fülét fogjuk mindjárt önöknek megmutatni, mert azzal voltak nála komoly gondok. Ugye ezt speciális szerekkel, készítményekkel, gyógyszerekkel kellett kezelnünk. Edina mutatja is önöknek Viktória mamó fülét. Na gyerünk, átfordulok akkor erre a részre. Át azért már sokkal szebb, nem tudom, hogy biztos, hogy sokan emlékeznek rá, csak közben az egyik üzenetet elkezdtem nézni. Tehát, hogy sokan emlékeznek arra, hogy is nézett ki ez a fül, ezért sokkal, de sokkal szebb. Érzékeny egyébként a füle, tehát, hogyha hozzáérsz, akkor jelezze valamit, vakkant, nem, vagy semmi. Nem, abszolút tehát, nem zavarja. Nem érzékeny. Ismételten arra kérem önöket, hogy osszák meg ezt a videót, hiszen még a szövettan eredményére várunk, de azért abban bízunk, hogy ez a szövettani eredmény ez jó lesz. Ha nem lesz jó, akkor is azt szeretnénk, hogy Viktória mamót, ugye ki tudja mennyi ideje van még hátra, valaki örökbe fogadja, valaki felfigyeljen rá, és ezért van óriási jelentősége a megosztásoknak. A múltkor az egyik élőadásban már elmondtam önöknek, hogy nagyon kevesen osszák meg az utóbbi időben az örökbe fogadói videóinkat itt az oldalunkon. Hogy szeretném önöket tisztelettel arra kérem, hogy osszák meg, hiszen ezzel tudunk csak esélyt adni ezeknek az árva kutyáknak. Ő pedig egy halmozottan hátrányos helyzetű kutya, ugye Viktória mamó, hiszen idős, beteges is, és akkor ezzel, hogyha sokan megosztják, ezzel talán örökbe fogadja valaki őt. Én nagyon bízom abban, hogy a talán az igen lesz, hiszen egy annyira kedves, egy olyan bájos teremtményről van szó, aki tényleg nagyon megérdemelné azt, hogy családban is nem egy helyen a rácsok mögött kelljen élnie, bár azért annyit elárulunk önöknek, hogy az ő helyzete, ugye Viktória királynő, így is szoktuk őt hívni, és speciális, mert ugye a Big Brother a nagy testvér házában él, uporékkal, tehát rá azért megkülönböztetett figyelemben részesítjük őt. Na, és megkülönböztetett figyelem is jár neki. Szia mamóka, oszva a videód, ez az írják nekünk, hogy osszák, és tényleg osszák meg. Most meg megmutatjuk önöknek, hogy az a mamóka, ugye, amit elkezdtem mondani önöknek a bevezetőben, hogy tényleg egy 2 kilós daganattal szinte újra kellett neki tanulni, járnia, hogy mennyire szeret bóklászni, nagyon élvezi. Ide ki szoktuk hozni, ugye a menhely, a gondozóhely körül, meg előtte is van egy ilyen, hát egy rét, nem mondhatjuk ezt Edina, hogy egy rét. Ide ki szoktuk őt hozni, hogy sétálgasson, hiszen öreg csontjainak kell a séta, kell a mozgás. Természetesen nem, jön, azt hittem, hogy pisil fog, hogy valami csinál. Tehát, hogy ide ki szoktuk őt hozni, és ő hosszú-hosszú perceken át csak megy, néz. Vigyázz, mamóka. Amit a múltkori élőadásban már említettem önöknek, több orvos is megerősítette, ugye megnézte őt, hogy nem csak az egyik szemére vak, hanem a másik szemére nagyon pici, tehát nagyon keveset lát Viktória mamó, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy szinte teljesen vak ez a csodás édes kutya. Látják most is, ahogy nyúltam feléje,
ez sem nagyon érzékelte. És tényleg kérem önöket tisztelettel, hogy osszák meg ezt a videót, és adjunk esélyt ennek az idős kutyának, hogy valaki beleszeressen, örökbe fogadja őt, hiszen annyit szenvedett már élete során, annyit szenvedett a betegségével, hiszen hosszú heteken át kapuajból kapuajba bujkált szegény. Hogy Mama. Megy? Hogy megy? Egyen meg a szívét, nem lát, nem hal, mondhatnánk ezt. És ez különösen igaz ugye az ő egészségügyi állapotát, ugye ha figyelembe vesszük. Tehát azt kezdtem elmondani, hogy kapuajból kapuajba húzta meg magát. Volt, aki az óriási méretűre duzzadt daganata miatt undorral, mély közönnyel fordult el tőle. Mi voltunk azok, akik ugye elutaztunk, és megmentettük őt a biztos haláltól. Kevés lehetett volna neki hátra, hogyha mi nem megyünk, és nem mentjük meg Viktória mamókát. Úgyhogy nincs vége még a küzdelmeknek. Mindig azt szoktam mondani, hogy az állatvédelemnek egy része csak az, hogy elhozzuk, vagy megmentünk valakit az adott helyről. A mentés mindig az örökbefogadással ér véget. Úgyhogy Viktória mamó élete nincs még megoldva, nincs még megmentve. Kérjük, osszák meg a videót, és kérjük, fogadja valaki örökbe ezt a tündéri, csodás idős mamókát. Megint elindul. Ó, hát nézzék, hogy szeli a árkokat, bokrokat. Tündéri, öröm nézni azt, hogy igaz, hogy milyen nehezen járt, nem? Az elején szoknia kellett neki azt, hogy eltűnt a 2 kilós daganat a testéről. Tényleg egy csöpp kutyáról van szó, egy 4-5 kilós kutyáról. Na, Viktória. Jobbra vagy balra? Ezt hívják mérsékel. Ide is, oda is vagy konzervatívnak. Jó, ide gyönyörűen mész, Viktória mamó. És hát bízunk abban, hogy aki most nézi ezeket a képkockákat, az tényleg beleszeret ebbe a csodás kutyába, és hívja majd alapítványunk telefonszámát a 0620-593-7006-os telefonszámot, és úgy dönt, hogy időskorára befogadja őt, és méltósággal, szeretetben élheti le hátralevő éveit. Közben írják többen, hogy megosztották a videót. Nem tudom, írja már meg valaki, hogy hol jár a megosztás. Jó, tehát egy számot kérnék a megosztással kapcsolatosan. Igen. Hát, ha ezzel is tudjuk, mi van ott, Edina? Ösztönözni, hogy még többen osszák meg. Hiszen itt vagyunk 167 ezeren az oldalon. Ha mindenki, aki nézi, vagy bekapcsolódik az élőadáson, megoszta ezt a videót, akkor pikpak összejöhet az 1000 megosztás. És 1000 megosztással már nagyon nagy esélye van ennek az öreg mamókának arra, hogy örökbe fogadják. 143 csak, te jó Isten! Hát az nagyon kevés. Hát az nincs annyi, ahányan most nézik az élőadást. Magyarázzák már el nekem, hogyha itt vagyunk élőben, felteszem a kérdést, hogy mi ennek az oka? Csak 143? Nem. Írja közben Kata, hogy 185. Hát legalább a 300-at miközben itt vagyunk élőben érjük el. Tehát gyerünk, fogjuk fel azt, ennek a fontosságát, ennek a jelentőségét, hogy egy olyan életről van szó, egy idős 14-15 éves kutyáról, aki csak ennek a videónak köszönhetően kerülhet családhoz. Tehát ezért kérem önöket, és ezért hangsúlyozom túl, és fogom is túl hangsúlyozni minden élő videónkban, hogy tessék megosztani, eljuttatni állatszerető emberekhez, ismerőseikhez, barátaikhoz, mamóka videóját, mert jár neki az esély. Egyen meg a szívét, tündér! Közben írják egyre többen, hogy osszák a videót. Ha bármi kérdésük van mamókával kapcsolatosan, azt nyugodtan tegyék fel, és természetesen itt válaszolunk. Ugye említettük már azt, hogy a szövettani vizsgálatnak az eredménye még nincs meg. Körülbelül 3 héttel ezelőtt volt az operációja, az életmentő operációja, és azt követően ugye 3-4 hét szokott lenni, mire megjön az eredmény. Bízunk benne, hogy nem lesz gond. És mamóka sokáig még itt lehet velünk. Edina, vedd már fel egy picit, mert közben én itt, mint egy örvény. Itt követni mamóka, jól van, még fogsz menni, jó? Nem akarom elvenni itt az örömödet. Na de hát ez is bemutatta nekünk mamóka az, hogy milyen ügyesen tud sétálni, és hogy a fizikai állapota jobb, mint Veger a Györgyi, aki ugye itt prezentálja ő. Közben kérjek egy számadatot, hogy hogy állunk megosztásul. Ugye azt mondtam itt az élőadás közepén, hogy érjük
el. Érjük el megosztásban a minimum 300-at, úgyhogy kérek egy visszajelzést, hogy hol járunk, hiszen minden egyes megosztással nézzék meg ezeket a csodás szempárokat, ezt a csodás tekintetet megérdemli, én azt gondolom. Állatszerető emberek vagyunk itt, sokan, több százan nézzük most ezt az élő videót, megérdemli Mamóka, hogy megosszuk és családot találjunk neki. Na, ez a beszéd 367-nél jár ugye már a megosztások száma, és ha minden jól megy, akkor még egy élőt így, mielőtt besötétedik, akkor még le tudunk zongorázni, de arra kérem önöket, jövünk vissza egy újabb örökbefogadásra váró, egy családra váró kutyával, nem mondom, nem árulom el még, hogy kivel, valaki azt írja, hogy 182, én nem hiszem, hogy a számláló visszafele haladna, közben pedig Mamókával, amíg meginvitáljuk önöket a következő élőadásra, elindulunk a menhely felé. Edina, mindent elmondtunk szerinted Kató Mamóról, addig osszák a videót, igen, arra szerintem. Kérem. Tehát, hogy egy nagyon vidám, a korához képest vidám, eleven kutyáról van szó, aki kapott egy esélyt az élettől, tőlünk, ugye, hogy összefogtunk érte, hogy sikerült a műtétje, és láthatták az előbb, ugye, tartott nekünk itt egy aerobik órát Kató Mamó, hogy milyen jó formában van, hogy milyen jó fizikai kondíciója van. A füle nagyon szépen meggyógyult, és ő Upornak egyébként, igaz? A kis pókmamája. Ezt még nem mondtuk el itt az élőadásban önöknek, úgyhogy ő pókmamaként is csodálatos. Az agyon szaporított, eldobott élet, akire biztos halál vár, most sétál vissza Edinával, gondozójával a menhely felé, de remélem, hogy ezeknek a sétáknak a száma ugye csökkenni fog azáltal, hogy valaki eljön érte, és azt fogja mondani nekünk, hogy hú, én láttam ezt az élő videót a kommunikátori oldalon, és ez a szíve, ez a kutya megfogta a szívemet, a tekintete, az a különleges tekintet, ami tele van szeretettel, bölcsességgel, ez elrabolta őt. Úgyhogy én bízom abban, hogy a sok megosztás elhozza a csodát, és kérem önöket, hogy figyeljünk erre nagyon oda, hogy élő videóban, ha azt kérjük önöktől, hogy osszák meg a segítségre váró kutyáinkat, akkor kérem, osszák meg, hiszen árva kutyákról van szó, és tudják a jeligénket, vagy a mottónkat. Egy megosztás, egy család, ezzel köszönök most el önöktől, és mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, mennyi lett egyébként a számláló, tehát hol állt meg, de ugye 300 valamennyinél jártunk. Ahogy vége az élőadásnak, jövünk vissza egy 5-10 percen belül, és egy újabb segítségre váró kutya számít önökre, számít a megosztásaikra, és összefoglalóan úgy is mondhatnám, hogy az összefogásra. Edinától váltom a választ, de ő csak bólogatott, serényen. Elköszönök, de csak rövid időre, 5-10 perc, és jövünk vissza Viktória Mamóval pedig, és Edinával elköszönünk. Önöktől Vegera Györgyöt hallották. Jaj, de jó lenne, ha lenne egy örökbefogadó család. Köszönöm, hogy itt voltak, viszont hallásra.